Szevasztok srácok és üdvözöllek titeket az Insect Breeding Hungary mai kis videójához és az imádkozó sáskák tenyésztéséről szóló videósorozatnak a második részéhez. A mai videóban erről a szép kis dologról lesz szó. Ez itt egy otéka, vagy magyarul petezárvány. A videóban az otéka szót fogom használni, a petezárvány nekem annyira nem tetszik, bár igazából egész jól külírja a dolgot. Mielőtt belekezdünk a videó fő témájába, a keltetésbe, elmondanék egy pár infót erről a kis micsodáról. Igazából ez egy fehérje burok, amibe benne vannak a peték. Őstény így ragasztotta a falhoz, tehát így volt fönt a terráriumnak a tetején, itt volt ugye az üveg. Igazából az otéka az borzasztó érdekesen van felépítve, mert teljesen szimmetrikusan vannak elhelyezve benne a peték, ami ugye egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy az imádkozó sáskák ezekbe az otthékákba nem csak így bele, úgymond beleköpik a petéket össze-vissza, hanem egy ilyen teljesen szimmetrikus sorokba vannak elhelyezve, és az is lényegesen fontos, hogy itt alul a, az otékának az oldala, ahol a kicsik majd ki fognak kelni, az jóval vékonyabb, mint itt felül, tehát itt, hogyha így lógatjuk a, az otékát, tehát ugye így volt lógatva, akkor a kicsik innen fognak alulról kikelni, és ezt azért tudják megcsinálni, mert a nőstény úgy építette az otékát, hogy itt puhább és vékonyabb a, az otékának a falat, tehát itt a, a kicsik majd szépen ki tudják magukat lógatni, és akkor majd a levegőbe tudnak vedleni, de erről majd a harmadik részben mesélek, reméljük, hogy eljutunk odáig. Um, igazából az otékáról ennyit kell röviden tudni. Maga az otéka amúgy a természetben arra szolgál, hogy védje a petéket a különböző környezeti tényezőktől, tehát például időjárástól, például gombás gombásfertőzésektől, ragadozóktól, stb. Tehát stb. ez igazából egy védelmi burok. Nagy szerencsém volt, illetve nektek is nagy szerencsétek van, mert amikor a nőstény elkezdte építeni ezt az otékát, akkor pont bent voltam a szobában, és ezt le tudtam nektek videózni. Úgyhogy egy kicsit felgyorsítottam, és most megmutatom nektek, hogy egy imádkozó kell pontosan hogy is lakra egy ilyen otékát. Hát nagyon röviden így ennyi lenne az OTK-ról, így a, a, rövid összefoglalás, illetve a PETE zárványról. Um, hát egy nagyon érdekes kis, kis, konstrukciója a természetnek, az biztos, tehát egy nagyon érdekes dolog. Um, és az imádkozó sáseknek amúgy van egy borzasztó nagy előnye, sok más fogságban tartott rovar rendel szemben, az, hogy nagyon gyorsan szaporodnak. Ami azt jelenti, hogy a nősténynek um, körülbelül egy hónapra volt szüksége, hogy ezt, a, ezt az OTK-t lerakja, tehát párzástól az OTK lerakásáig egy hónapig tartott. Ez fajonként és hőmérséklettől, tápanyagmennyiségtől tehát ez sok faktortól eltér, de a legtöbb fajnál egy ilyen egy két hónap között lerakják a nőstények az otékát, és a legtöbb fajnál a kelés idő az mondjuk egy ilyen 4 től 6 hét, tehát nagyon gyorsan kikelnek, mondjuk egy bocsáska faja szembe, ahol a legtöbb faja, a rövid fajok is 3-4 hónapig fejlődnek a petében, úgyhogy az imádkozó sáskák szaporodása az elég gyors, és az amúgy egy nagy előnyük, mert nem kell nagyon sokáig várni a kicsik megérkezésére. Nos, miután nagyon röviden elmagyaráztam, hogy mi az zotéka, most kezdjünk bele a keltetőnek az építésébe. Az zotékák inkubálása legtöbb esetben amúgy nem olyan borzasztóan nehéz, és igazából a fajnak a tartás igényei alapján tudunk tájékozódni. Tehát mondjuk a hierodula majuszkulának a tartás igényei hőmérséket páratartalom szempontból mondjuk nappal egy ilyen 23-25 fok, éjszaka pedig egy 20 fok körül, és a páratartalom mondjuk egy ilyen 60-80 százalék. Tehát az otékát az hasonlóan kell inkubálni, hasonló hőmérséklet és páratartalom mellett kell inkubálni, mint ahogy az adult egyedeket, vagyis hát a, a, az élő egyedeket tartjuk. Ez egy elég logikus dolog, mivel ha megnézzük mondjuk egy élő helyen szaporodó imádkozó sáskát, ott nyilván a, a kifejlett állatok ugyanabba a, a hőmérséket páratartalomba élnek, mint ahogy az otk fejlődik, tehát hogy ezt, ezt kell majd imitálni. Úgyhogy nekem majd be kell állítanom, hogy kb. 24 fokos hőmérsékletet fog beállítani. Um, Fontos hozzátenni, hogy náluk is, mint a legtöbb rovarfajnál, um, hőmérséklettől függő a petékelés ideje. Az azt jelenti, hogy ha melegebben inkubáljuk őket, akkor gyorsabban fognak kikelni. Viszont szerintem ezt nem kéne eltúlozni. Tehát alapvetően nem túl hosszú a kelés idejük, és most lehet, hogy fel lehet rakni őket 26-27 fokra is. Viszont a túl gyors fejlődés az sok rovar szempontjából hátrányos. Most egy teljesen elvetült példát mondok itt. Például, hogy bogárlárvákat túl magas hőmérsékleten nevelünk, um, akkor bár jóval gyorsabban fejlődnek, viszont általában az imágók, amik kikelnek, azok, azok jóval kisebbek, és gyakran deformáltak is, úgymond, tehát mondjuk a szarvaik nem fejlődtek ki rendesen. Tehát ez a túl gyors hőmérséklet, ez a túlzott e, sűrgetése a természetes folyamatoknak, ez nem jó, úgyhogy találjunk mondjuk egy arany középutat, egy olyan hőmérsékletet, ahol a peték megfelelően tudnak fejlődni, viszont nem kell most sürgetni az otk -t. ez az én szerint saját véleményem, szerintem nem kell a természetet folyamatosan sürgetni fogságban sem. Az inkubáláshoz egy ilyen kis fogunk használni, ez egy tök egyszerű kis, kis műanyag vödörke. Aminek a, a lényege az az lesz, hogy ide fönt lesz fellógatva majd az otéka, tehát a tetejére lesz fellógatva az otéka. A kicsik um, feje lefelé kelnek ki, és szépen itt lelógatják majd magukat egy ilyen kis uh, fonalkán, és a levegőbe vedlenek először, kelés után rögtön. Úgyhogy ez egy elég érdekes folyamat amúgy a kelés is. Remélem azt is majd le tudom videózni. Mondjuk arra nem látok túl sok esélyt, mert a legtöbb faj az éjszaka kel ki, de meglátjuk um, Mit fogunk ezzel a kis vödörkével csinálni? Hát először is kéne rá valami szellőző, és én nem lyukakat fogok belakni, hanem egy, egy kis szellőzőrácsot rácsot ráragasztunk. Miért előnyös a jó szellőzés? A fület levegőt az imádkozó sáskák nem túlzottan kedvelik, a peték bár jobban elviselik, viszont itt csak kéne ezt eltúlozni, tehát a fület levegőt próbáljuk meg a lehető legjobban elkerülni, úgyhogy valami kis szellőzőrácsot rácsot gyorsan ráverek a dobozra. A dobozon ennyi lenne a szellőzőrács, egy ilyen kis szellőzőrácsot kombináltam rá, hát tudom, gyönyörű, mint mindig, viszont tart, stabil, az a lényeg. És ebből az OTK-nál a szellőzőrácsot most a legtöbb fajnál nem kell túlzásba vinni. Azt még a videó elején nem mondtam el, hogy ez a keltetési útmutató nem az összes fajnál működik, ezért kérlek szépen titeket, hogy ne próbáljátok meg az összes imádkozó fajt ez alapján, a videó alapján tenyészteni, mert uh, ugye az imádkozó borzasztó változatosak, nagyon sok fajuk uh, képviseltetik, fogságban is egyre többen foglalkoznak. Velük, és, és tényleg jó sok fajjal lehet találkozni fogságban is. És e, vannak fajok, ahol ez a keltetési módszer biztos, hogy nem működik. Tehát ezt mindig olvashatok utána, hogy a, a, az a faj, amit ti szeretnétek tenyészteni, speciálisan milyen igényei vannak. Ez a keltetési útmutató egy egyszerűen tenyészthető em, fajhoz szól, ugyanúgy, ahogy a pár, párosztatási útmutató is, illetékesen majd a növendékek elhelyezésének az útmutatója is. Tehát ez egy egyszerűen tenyészthető fajhoz em, nyújt segítséget. Nos! Um, ajánlom, hogy egy kicsit nagyobb dobozt választatok uh, több szempontból. Ez főleg azért fontos, mert a kicsik um, fejjel lefelé fognak kikelni. Az azt jelenti, hogy a, mi az OTK-t ide a tetejére fogjuk fel, Tenni. Hoppá. Tehát így lesz felhelyezve az otéka, és a kicsik azok innen alulról fejjel lefelé fogják magukat kilógatni az otékából, és a levegőbe fognak vedleni, ami azt jelenti, hogy egy lapos dobozba ezt nem tudják megtenni, tehát legalább egy ilyen mondjuk egy 10-15 cm magas doboz használjátok, hogy így a kicsik szépen kellemesen le tudják magukat lógatni, és szépen le tudjanak vedleni. Na most a doboz berendezéséhez szükségünk lesz valami talajra, ami ö, valamennyire tartja a páratartalmat, illetve amennyire valamennyire tartja a nedvességet, és ezt a nedvességet majd szépen párló segítségével leadja a levegőbe. Most itt igazából többféle talajt lehet használni, most akár használható kókuszrostot is, akár erdőtalajt is, akár papírt is, én szerintem a legjobb megoldás ilyenkor az ez vatta. vattának nagyon nagy előnye, hogy borzasztó jól tartja a nedvességet, például a papírtörlővel szem. Mivel az OTK-ból nem hullik rá a vatta, vattára semmi bomlási anyag, ami elkezdhetne penészedni vagy gombásodni, ezért igazából szerintem ez a legjobb megoldás. A hierodula a ahogy említettem, egy ilyen magasabb páratartalomra lesz szüksége, tehát mondjuk egy ilyen 70-80% körül, és ezt ezekkel tök jól el lehet érni. Ezeket simán csak behelyezzük, semmi különös, um, legyen egy kis úgymond talaj, tehát itt igazából csak az a lényeg, hogy ez szépen tartja majd a nedvességet, még ráhelyezek még egyet, és akkor ezt szépen benedvesítjük. Um, Mondom, azáltal, hogy ezek nedvesek, és azáltal, hogy a hőmérsékletet majd kicsit magasabbra állítom, ezáltal ebből szépen párologni fog a víz, és meg lesz a megfelelő páratartalom. Viszont azáltal, hogy megvan a megfelelő szellőzés a doboznak, így a levegő elvileg nem fog befülledni, és akkor em, így meg lesz a megfelelő páratartalom, viszont mégsem lesz túl füllett a levegő. Nos, akkor jöjjék a víz. Jó, csak kicsit úgy átáztatom, azért nem áztatom túl őket, hogy ne, ne, álljon a víz a doboz alján, de legyenek jó nedvesek. Ha valaki nem ismerné a super Dávid fajta vízadagolót, amivel lehet madárpókot itatni, hogy mindenkinek ajánlom, nagyon jó kis konstrukció. Nagyon jó, viccet félretéve, folytassuk a videót komolyan. Jó, um, ami még fontos lenne az az, hogyha kikelnek a kisimátkozók, akkor szét fognak valamennyire próbálni széledni, és megpróbálnak valahol megkapaszkodni majd, tehát kimászni mondjuk valami berendezési tárgyakra. Úgyhogy valamit be kéne helyezni, annak érdekében, hogy a kicsik uh, majd meg tudjanak ott kapaszkodni, tehát kelés után ők ott, ott szét fognak szóródni, ugye mondom keléskor kilógatják magukat az otékából, levetlenek és kerestek maguknak egy kis helyet, ahol ők uh, meg tudnak ülni. Um, itt igazából több dolgot lehetne használni, az viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a berendezési tárgyak ne lógjanak bele az otéka alá közvetlenül, mert akkor a kicsik nem tudják magukat szépen kilógatni belőle. Üm. Itt igazából használtuk akár vékony ágakat, tehát mondjuk szederágakat, vagy, vagy akármilyen vékony kis, kis mászóágakat. Um, amit én ajánlanék, az a szúnyogháló. A szúnyoghálónak több uh, borzasztó nagy előnye van, egyrészt nem penészedik, tehát az már zseniális benne. Értékesen a szúnyoghálónak az a szuper kis előnye, hogy nagyon nagy felületet tud biztosítani kis helyen. Tehát egy, egy tényleg borzasztó nagy felületet tud biztosítani kis helyen. És a szúnyoghálót azt úgy be tudjuk helyezni a dobozba, hogy a, a kicsiknek ne legyen útba a keléskor, tehát itt végig befogom fogom rakni szúnyoghálóval. Így a kicsiknek lesz egy tök nagy felülete, ahol majd meg tudnak kapaszkodni, meg tudnak ülni kelés után, viszont nem lesz útba akkor, amikor kiengedik magukat az OTK-ból. Itt van barátunk a szúnyogháló, tök egyszerű kis cucc, ugye ez nekem szinte mindenhol a szellőzorácsom, nagyon szeretem minden szempontból is. Most ebből csak szimplán vágok egy pár ilyen darabot, ez egy kicsit kemény a szúnyogháló, és egy kicsit ezer éves már az olló, de mindegy. Um, az jó kettő ilyen darabos, szerintem elég is lesz, és ezt a jó kis szúnyoghálót. Ezt én úgy gondoltam, hogy nem fogjuk, nyilván nem ragasztjuk be, azt azért fontos lenne megegyezni, hogy belülre ne ragasztatok semmit, de ez bármely lábúnál. így van, mert hogyha belül ragasztatok valamit, akkor abba nagy eséllyel megragadnak és, és bele is pusztulnak, tehát hogy a doboz belsejében nem játszunk nagyon ragasztóval. Igazából szimplán csak arra gondoltam, hogy valahogy becsípem őket így a tetejére, tehát hogy ezeket így oldalt betologatjuk, és akkor a tetejét becsippentem, vagy a tetejét, doboz tetejével becsippentem. Csak úgy kéne, hogy tényleg ne lúgjanak bele a, a kelésbe. Kicsit megpróbáljuk még meghajtani. Na ez így tökéletes, itt látszik, hogy akkor van egy tök jó kis felülete ahol majd a kis mantiszok meg tudnak ülni, viszont mivel az otk ide fogom oldalra felszerelni, így nem fog belelúgni. A másikat még lehet, hogy megpróbálom behelyezni, viszont igazából ennyi elég, tehát hogy ez azért tényleg nagy felületet biztosít. Szúnyokának tényleg ez a nagyon nagy előnye, hogy, hogy minimális hely elvétele, baromi nagy felületet biztosítunk a kicsiknek, hogy ki tudjanak ülni valahol majd kelés után. Ezt ugyanúgy megpróbáljuk behelyezni hogy lehajtottam a szélét, és akkor tényleg így legyen behelyezve. Jó. Nézzük, hogy ez így hogy működik. Tökéletes. Na, ez jó. Szuper. Valamennyire be is lehet csukni. Jó, most nem kell, hogy bomba biztosan tartson. Nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy ez így szép, itt tényleg akkor van egy tök jó felület, ahol a kicsik el tudnak helyezkedni, és akkor középen be tudom helyezni az otékát, és akkor középen tudják majd magukat lelógatni, méghozzá akadály nélkül, és az a fő lényeg. Na most az a felhelyezésében igazából több módszert lehet használni. Az egyik módszer az az lenne, hogy ide felhelyezünk egy minimális ragasztót, tehát mondjuk egy, egy csepp ragasztót, és azzal felragasztjuk, vagy pedig az a módszer, amit én használok, az az, hogy egy gombos tűvel felszúrjuk az otéket, ugye ez egy ilyen púrhapszelő dolog, tök jól át lehet szúrni, igazából úgy a petéket nem nagyon károsítjuk, um, a ragasztó az, az, hát igazából nem necces, tehát van egy csomó ragasztó típus, amit lehet használni, de ragasztó az mindig az, szerintem nem annyira jó, mert ugye az megint kémia, és én kémiát nagyon-nagyon nem szeretek használni az állataimnál. A gombostűben nincsen semmi kémia, tehát az, az nem mérgező, nincs vele semmi probléma, és igazából azzal is tökéletesen meg lehet oldani ezt a dolgot. Öm, azt meg a videó elején nem nagyon említettem, hogy ezt az otékát hogy is kell pontosan leszedni, ugye az imádkozó sáskák mindig valami berendezési tárgyhoz, vagy az üveglapra, vagy a műanyaglapra ragasztják ezt a kis otékát, ez itt tök jól látszik, ugye itt volt felragasztva. Ez az otékát óvatosan le lehet úgymond törni, tehát óvatosan megfogjuk, és kicsit lehúzzuk. Hogyha esetleg nagyon nem lazulna, akkor egy késsel alácsúszunk, és itt átvágjuk fölül a részeket, viszont általában ezek, ezek, elég jól lejönnek, csak óvatosan kell csinálni, és ne nyomjuk szét, mert tényleg kicsit ilyen purhab szerűek, tehát ne nyomjuk szét magát az otékát, az egy fontos dolog lenne. Nos, hát én ahogy mondom, egy tűvel fogom megcsinálni, ez itt egy fecskendő tű. Um, főleg azért használom ezt, mert most nincs épp otthon gombos tű, de amúgy egy tök egyszerű gombos tű, vagy varró tű, vagy esetleg egy rovar tű is megfelelő. Tényleg ennek még van egy előnye, hogy itt van egy hátul egy ilyen egy ilyen műanyag része. Um, úgy lesz megcsinálva a sztori, hogy itt a szellőző tehát ide felszúrom az otékát, és ezt a részt itt leragasztom, az azt jelenti, hogy az otéka az ide fel lesz majd nyomva a tetejére, és akkor így fog beállni az otéka, tehát így lesz, és így tökéletes, mert így meg kell majd a kicsiknek kikelnie. Jó, hát ez most egy kis harc lesz. Az otk mindig próbáljuk kicsit óvatosan lyukasztani, mert lehetőleg ne szétszurkálni a dolgot, tehát hogy, hogy óvatosan átszúrni. Most arra gondoltam, hogy körülbelül így kéne átszúrnom. Ja. Szuper, át is lenne szúrva maga az otéka. Próbáljuk azért ne tényleg szétszurkálni, mert ugye a peték benne vannak, tehát próbáljuk meg ne megséríteni a petéket, és akkor ezt úgy fogjuk felhelyezni, hogy így lógjon. Na most, miért lógjon így? Nagyon fontos, hogy az otékát mindig úgy helyezzük fel, ahogy a nőstény lerakta, mert ahogy a videó elején említettem, azáltal, hogy itt van egy puhább réteg, így a nimfák mindenképpen innen fognak próbálni kikelni, és nem fölülről. Tehát, hogyha fordítva rakjuk be az otékát rosszul, akkor könnyen lehet, hogy a növendékek nem fognak tudni rendesen kikelni, ez így igazából tökéletes. Én ezt a részt itten, most ezt kicsit még befordítom, a fecskendőnek itt a hátsó részét még gyors ráragasztom, tehát lefixálom egy, egy kis szikszallaggal, hogy ez itt szépen így tartsa az otékát, és akkor ez tök jó fel is lenne szerelve. Nos, itt jön a legjobb barátunk, a szikszalag. Ezt egy kicsit így nehéz megcsinálni, hogy nem a földön csinálom, de már akarom nektek mutatni ugye a, a lépéseket. Jó, szuper. Ez így tartja. És itt van az otékánk. Így van felszerelve, így lóg, ez így stabil. Szuper. Tehát ez így majd szépen ki tud kelni majd. Jó, na most maga a doboz szett. Az így néz ki ugye, tehát alul van egy egy talajunk, úgymond ugye ez a vattaréteg, és akkor van benne egy kis mászó lehetőség majd a frissen kelt nymfáknak, viszont szóval meg kell néznem mindenképpen, hogy biztos ne lógjon bele a kelésnek a, a részébe, és így, hogy kicsit megforgatjuk, így szépen rásimul a szúnyogháló a doboz oldalára, és így látszik, hogy nem lóg bele semmi, tehát itt van egyenesen a kelés, Ugye az itt jól látszik, hogy itt egyenesen van hely a kelésre, és akkor itt oldalt ki tudnak majd ülni a kicsi imádkozók. Nos, páratartalom szempontjából jók vagyunk. Ez így igazából tökéletes, becsukni be lehet valamennyire. Ups, most beugrott. Jó, hát egy kicsit belefér azért bénázni, uh, viszont ez így jó. Tehát ugye a közepén látszik, hogy van egy, van egy csomó hely, ahol ki tudnak kelni a kicsik, és akkor oldalt van a két uh, szúnyogháló része, ahol majd ki tudnak ülni. És így néz ki akkor egy imádkozós háska petetok inkubátor, semmi extrém különlegesség. Most ugye figyelnünk kell rá a következő pár hétbe, hogy ne száradjanak kitúzottan, és a hőmérséklet is megfelelő legyen. Uh, na, a hőmérséklet biztosítására hogy konstant jó hőmérsékletünk legyen, egyszerűen ide a sáskák fölé rakott lámpa alá fogom behelyezni az otékát. Um ez egy nem túl meleg sportlámp. Ez a lámpa főleg fény szempontjából van itt, mert ugye a sáskák azok nappal aktívak, hogy legyen megfelelő fényük. Üm, viszont ez, ez tökéletes, mert nem termel túl sok hőt, tehát így a doboz belsejében kb. 24-25 fok lesz, mert a szobahőmérsékletem az most 23, ez talán egy kicsit majd megemeli. Üm, és akkor így megvan a megfelelő keltetési hőmérsékletünk is. És most igazából annyi van még hátra, hogy Várunk egy pár hetet, és hogyha mindent jól csináltunk, illetékesen az otéka megvan termékenyítő, mert hát az sajnos nem biztos, akkor a kicsik majd ki fognak kelni, és akkor folytatjuk a következő résszel. Uraim és hölgyeim, köszönöm szépen a videó megtekintés, remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy uh, tudtam adni egy pár hasznos tanácsot az imádkozó sáska otéka keltetésében. Hát mondjuk a szerelék nem néz ki túl szépen, de nem is az a lényege, hogy szép legyen, az a lényege, hogy működjön. Um, az majd egy pár hét múlva kiderül, hogy működött-e. Hogyha minden jól megy, akkor egy pár hét múlva majd folytatom ezt a sorozatot a kicsiknek az elhelyezésével, tehát a frissen kelt növendékek elhelyezésével és kezdetleges tartásával. Üm, igen, addig is még egy-két videó biztosan jönni fog, úgyhogy biztos találkozunk még odáig. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtekintettétek a videót, ha tetszett nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk a következő videóban. Szevasztok